Legyen benne cukorka. És akkor megnézzük, hogy lett-e benne cukorka. Hát ez eddig nem jött össze. Segítünk neki! Mindenki emel fel a jobb kezét! Azt kéne mondani egyszer, hogy csiribú csiribá, legyen benne édesség. Menni fog? 3, 2, 1, és... Cukkernek édesség, azt mondja. Cukkerre édesség. Megnézzük, hogy erre mit... Ó, hát akkor ezt is kidobom a közönségben. Tessék, egy kis édesség. Nektek azt kéne mondani, hogy... 3, 2, 1, és... Ide-ide édességet, és akkor... Hál' Istennek, úgyhogy ki is ment az első kalap. Vigyázz! Kéz! Raj! Gyorsan kapd a szerzőt, és mondani nekem gyorsan, hogy milyen ízű a csokoládé! Epres! Nem tőled kérdeztem. Epres! Epres! El is szálljon, epres! Epres Milka. Epres Milka. Dulva. Medgye. Micsoda? Milyen? Medgyes. Szóval, van egy epresünk. Van egy epres Milkánk, és van egy medgyesünk. Ugyanabbról a tábláról beszélünk. Hát kérek az úriemberek egy hatalmas tapsot, mert még a márkáját is kitalálta! És tart, gyorsan vedd a szállat, és mondd nekem, milyen ízesítés egy csoki? Olyan csoki nincs, szerinted. Magyaros vagy magyaros, nem mindegy. Oreós, ilyesmi. Smi. S szerinted? Oreós. Soreós. Nem tippelt, ha én jól tudok olvasni, akkor az nem oreós. Na, akkor újra tervezés folyamatban. Epres. Hát dulva. Hát két epres? Nem. Újra tervezés folyamatban. Azt mondja, Képzeltek el egy olyan csokoládét, amire az van írva, hogy ízű csokoládé. Ez lesz a legújabb fejlesztésünk a csoki gyárban, hogy ízesítő csokoládé. Csoki eső, megy a magasba, másik oldalra, és figyelj, kapd el a csokit, és közepre is különleg egy kis csokoládét, ezt kapd el. És figyelj, ha már így kint van, akkor az egészet kidobom oda. Felkészül, vigyázz, kész, rajt, gyorsan vedd be a szádba, és egyed a csokoládét, egyet. Kinek szurkolunk, neki kérek egy adalmas tapsot? Az nyer, aki le is nyelte a csokit, ezt elfelejtettem mondani. Úgyhogy tömjed be fele. Úgy néz ki, mint egy kis hörcsög. Nézzél rá! Vera! 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 Mi az? Nem vagyok, én vagyok a Vera. És neked? Megvan! Martina? Akkor Martinának kérek egy hatalmas sikítást! Hogy állunk, baby? A csámcsog még egy kicsit, azt mondja, még van egy kicsit, és nálad telepítés folyamatban. Nyam, 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 megvan már? Ott vagyunk már? Akkor ő a második, és ha jól látom, neked még van a szállás, te a harmadik, akkor kapnak ajándékot. Neked menni fog egy egész tábla csokoládé? Nem. Nem. Te nem harapsz, ugye? Nem. Jó. És neked menni fog egy egész tábla csokoládé? Nem. Hát akkor... Milyen? Figyelj, verseny van! Tömjed be a búrádba! Na ez aztán darálj egy... Bent van minden. Te mit csinálsz, maszatolsz? Egy kicsit cseppfolyós lett ez a csoki, így folyik ki a szád szélén. Az úriember nagyon küzd, hogy vagyunk? Jó, akkor hagylak emészteni. Egyet, baby! Egy nagy sikítást kérek neki! Szuper! Egy nagy tapsot kérek neki! Neki egy tapsos sikítást! Hadd kérdezzem meg, gyerekek, ha már itt vagytok, ki az, aki szereti a pezsgőt? Maradhat. Szóval ki az, aki szereti a pezsgőt? Jó, és ki szereti az édes pezsgőt? Hány évesek vagytok? Na akkor hoztam egy kis édes pezsgőt, kidobjam? Igen! Tadá! Tele van édességgel. Mehet ki? Igen! Akkor felkészül. Vigyázz! Figyelj, úgy fogom dobni, hogy odáig, jó? Felkészülj! Vigyázz! Aha, az úriemberi kalappal.
itt a kapus. Felkészülni, vigyázz, kiszlajt! Édességes!